Szervusztok, sziasztok! Üdvözlünk mindenkit koncertóval, és egy nagyon-nagyon szép állapotú és rendkívül jó megjelenésű Toyota Aygo-t szeretnénk megmutatni nektek. Ma délután ebben a gyönyörű időben nekünk jutott ez a megtisztelő feladat, és igazán örömmel szolgálhatok nektek, hogy egy ennyire gyönyörű, szép és jó állapotú kocsit tudok megmutatni. Mint látszik, az autónak alufelnie és teljesen jó gumiai vannak, szinte mondhatni, hogy újak. Mutatja is Concerto, hogy bizony itt még ezek a szőrtűszők is látszanak. Aztán az autó karosszériája az meglepően gyönyörű, tehát sehol karcolás, horpadás, rányítás, semmi nincs. Tető is gyönyörű szép. A szélvédő is szintén. Illetve, amit látni még az autón, hogy egy ilyen osztrák cégnél volt forgalomba helyezve, és fel is matricázták vele. Ugye ötajtós kivitel, és ami nagyon ritka, hogy még egy ilyen gyári kis szárnyacskája is van. Igazán megtaláljuk így a parkolóba, bárhova tettük, akármilyen kicsi is, akárhogy próbálna elbújni. Látszik, hogy tönyörű a karosszéria így a lemenő napsütésbe, és ilyen kis ötajtós kivitel. Azt mondja, hogy meg kellene keresgélnünk a fiúkat, kíváncsi vagyok, hogy most mivel állnak elő nekünk. Hopp, Peti már mutatna is valamit. Van ugyanis az autóhoz 4 darab lemezfelnénk téli kerékkel, nagyon szépen köszönjük Petinek, és egyet ki is bontott nekünk, a másik 3 kerék pedig bent található az autóban. Na majd ide is bekukkantunk, mert nagyon szép kárpitokat látunk, de előbb megcsodáljuk még egyszer a jobb oldalát is. Ugye itt is alufelni, nagyon szép karcmentes állapot. És ő egy kis igazán takarékos kis Toyota Aygo. Aztán nézzünk bele akkor ebbe a belsejébe, hogy mit is takar ez a szép kárpitozás. Hát Concerto teljesen odáig van. Ugye az ajtó belül is ilyen szép színes, még a hangszóró keret is, és a kárpitok pedig ilyen gyönyörű betétesek, úgyhogy hölgyeim, lehet rá vigyázni, és egy kellemes környezetben ücsöröghetünk az autóban. Itt kis városi autóról van szó, ugye ezek a szellőző kis befúvókák is ilyen dizájnosra vannak megcsinálva. Az autónak természetesen megvan mind a két gyári kulcsa, ugye gyári fejedtséggel, klímával rendelkezik, és a tapintása a kormánynak is nagyon kellemes, hiszen gyári szép bőrkormánnyal van szerelve. Állítható természetesen az ülésmagasság, ugye 5 sebességes manuális váltó. Na most, a másik jó madarunk valóban ide bújt, azt mondja Concerto. Keressük csak meg itt, igen. Nagyon szépen köszönöm. Megvan a jó madár, és mit mutatna nekünk, mivel az autó leinformálható digitális szervizkönyvvel rendelkezik, ezért olyan sok mindent ezekben a füzetkékben nem látunk. Azt viszont meg tudom nektek mutatni, hogy érvényes műszaki vizsgája volt, ugye 19 negyedik hóba járt vizsgán, és még 20 negyedik hóig érvényes. Íme korábbi műszaki vizsga, kilométer dátumok is olvashatóak a 2013-as kis Toyotánkban. Nézzük még, hogy indul, mert nyilván arra is mindenki most már nagyon kíváncsi, és hogy is ketyeg egy ilyen kis járgány. Ugye Euro 5-ös környezetvédelmi osztályban van sorolva, tehát biztosak lehetünk benne, hogy járhatunk vele, bármilyen korlátozás is lesz a közeljövőben. Íme azért mutogatom még közben. Így dönthető az ülés. És nézzük ezt a járgányunk, hogy indul. A fordulatszám mérőjét ide egész felszerelték, és ott láthatjuk, hogy épp milyen fordulaton pörgünk. Az autónkat pedig ugye itt indítjuk a szokott helyen. Mindösszesen 51 000 km van most a járgányban. Benzinünk is van benne bőven, tehát tudjuk próbálgatni majd, hogyha jöttök hozzánk, illetve hát szerintem még jóval fél tankkal tudjuk átadni. Működő klíma természetesen. Bekapcsol neki, ilyen kis különböző fokozatokra állítható, a hűtés is ilyen érdekesen van megoldva, ez a hideg-meleg állító, illetve hogy mi hova vezérelje.
pohártartókat itt találunk, illetve egy 12 voltos kimenetet, tehát oda csatlakoztatunk aztán rendesen készülékeinket, és nézzünk bele a motortérbe is, oda is mindenképp érdemes. Azt mondja, ennek a kinyitóját ilyen pici kis karocska egész ide dugták. Na, nem is hallani szinte, ahogy jár. És ilyen egyszerűen nyílik. Szuper szépen ketyeg, ha csöndbe maradok, lehet hallani. Kis akkumulátor, tökéletesen üzemel vele. Szép víztartályunk van. És korábbi, illetve a legutóbbi olajcsere szeptik is itt vannak, hogy mikor mit csináltak az autón. Tényleg igazán nagyon szép. Nézzük még egyszer meg. Várunk vele titeket, tudjátok, 15. kerület, Szentmihályi út 90, mindig mutatunk és mindig teszünk fel autókat. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek a filmünket, és gyertek, várunk titeket, nyitva vagyunk minden nap. Köszönöm szépen még egyszer, sziasztok!